Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Röviden elmondanám, hogy hogyan jutottam ehhez a forráshoz. Amikor az anyukám meghalt, nagyon szomorú voltam, kinyitottam a Bibliát, valahogy kerestem a kapcsolatot, vagy vele, vagy az égiekkel, és fogtam a nyakláncomat, észrevettem, hogy a nyaklánc bizonyos szavaknál, mondatoknál más irányba fordul ki. És amikor én ezt összeolvastam, ennek volt egy tartalma. Egy időben voltak ilyen külső hatások, gondolatok, amikor úgy éreztem, ez nem az én saját gondolatom, és ez összefüggésben állt ezzel a szöveggel, ezzel a forrással. Így kaptam választ a kérdéseimre, vagy kaptam jó tanácsokat, és ezeket a tanácsokat, ezt az égi üzenetet szeretném mutatni számotokra. De hozzá kell tennem azt, hogy a Biblia az egy régi szöveg, néha változtatok a stíluson, hogy passzoljon a mi helyzetünkre, azon kívül a könyv német nyelvű, tehát ezt magyarra is le kell fordítani. És én kezdeném, hogy mi az égi üzenet a mai napon. Még mindig a nyakláncomat használom, ugyanaz a nyaklánc, mint 2002-ben annak idején. Vannak terveid, és ez a terv megvalósítható. Van tehetséged, és ez nagyon jó. Körülötted minden rendeződni fog, és meg lesz a biztonság érzete, a biztos talaj a lábad alatt. Egy ismerős visszatér hozzád. Azon a helyen, ahol élsz, lesz egy ünnepség. Az egy jó ötlet lenne, ha te ezt a meghívást elfogadnád. A múltban sok igazságtalanság történt veled, és csalódott voltál. Ezt most nem tudod megváltoztatni, hanem gondolj a jövődre. És ez volt az üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!